Na, itt vagyunk, pofás kis falu, hozd a kamerát. Azonnal, Pici, nem csak összedugom, amit össze kell. Ne bénázzál, Picikém, már 9:45 van, itt vagyunk a világ végén, 12-re össze is kell vágni az anyagot. Nem én vezettem, agyaska! Kinek számoltam, 3 traktor előzött meg rükveszben. Fogjad be, mert mész majd a Vujicsics Tritkóval valami haláltáborba, vagy lehet valami. Jó napot kívánok! Jó napot! Jó napot kívánok! Jó napot. Esik mondani, merre találjuk a kétfejű embert? Jó napot! Micsorát? A kétfejű embert keressük a tévétől. Látott már tévét, nem? Tévét? Persze, hogy láttam. Nem megviccelni akarnak? Nem, nem. Riportot szeretnénk készíteni a kétfejű emberrel. Kétfejű ember? Igen. Én nem ismerek olyat. Nagyfejű az van. Mert a Balogh-Feri is nagyfejű például, de kétfejű az nem. Az nálunk sose volt. Pedig itt van az újságban. Kétfejű ember Szemeréden. Aha. De ez szömörőd. Ugyan. Ez nem mindegy, hogy Szemeréd vagy Szömörő? Nem, mert Szemeréd, de az ország másik végébe van. Úristen, akkor most ezt most mi nagyon megszívtuk. Hogy írtad fel az adatokat, te nagyon hülye? Jó, csak mondom, hogy megszívtuk. Bár én egyedül. Figyelj ide! Te nézted a térképet, baromart? Hát hogy lesz ebből 12-re összevágva erős 3 perc? Hát halványilag gőzöm nincsen nekem. Figyeljen, bátyó, tényleg egy kicsit most már maradjál. Jó, van, maradok. Maradjál csöndbe a sáladdal. Bátyó. Úgy, de a sálammal például mi a problémám? Picit, ha kicsit jó, egy picit, marad. Ha. Valamit akarok kérdezni a nagypapától. Ilyen barát. Na. Nincs a faluban valami csodabogár, vagy háromlábú ember, vagy szőrös nyelvű asszony, vagy mit tudom. Olyanok? Igen. Olyanok nincsenek. Nincsen. Három mellű, vagy kétfenekű, vagy platina orrú, vagy pikkelyes hátú. Nincs. Na de most nincs. Valami tetovált szemű zöldet váladékozó. Hogy az képileg baromi jól mutat, esetleg féle sötétedő. Nincs. De nincs. Falu bolondja, az csak van, az minden faluban szokott lenni. Az van, ő a polgármester. Más szerencsétlen nincs. Talán a Gyuszi bácsi, az nagyot hal szegény. Értem. Hány füle van? Hogyha hány? Kettő. Kettő füle van neki. Hú, az nekünk kevés. Hát kit érdekel egy nagyot halló, akinek két füle van? Na most esetleg, ha lenne egy elcserélt kisbaba, elrabolt gyerek, aztán tényleg valami szívszorító egymásra találás, hát nem tudom, látszívű szűrővel földobom picit a képet, lassan, finom zenére beúsztatom. Ilyesmiről nem tudok. Talán a kis Mózest úsztatták, ha jól emlékszem. De nem, az se nem volt. Bocsánat, nem volt mostanában valami katasztrófa erre nem, felé? Nem. Ha csak a választást nem számítom. Jó. Súlyos baleset? A múlt héten. Volt legalább 10 halott? Csak 2. Akkor felejts el. A mi célközönségünknek kényesebb az ízlés. Na most, ha mentőautók ütköznek össze, az annyira ugye annyira hülye vagy. Te messziről hülye vagy. De nem azt mondom. Te fogsz hozzászólni. Ha mentőautók összeütköznek, abban van egy kis ironikus felhang. Ne ragadjanak már. Mit akarnak maguk? Milyen műsor ez? Mi? A színes magazin műsor, az a címe Ütőér. Ugyanis kultúrmissziót teljesítünk. Ja, ez ilyen vér és nyomorús. Vér, nyomorúság a 14:30 idősávban. Ne haragudjon, maga veri az asszonyt? Nem én. És ha fizetünk? Sajnos már meghalt szegény. Na, agyon verte? Ne, szívem miatt.
A szelleme nem kísért? Milyen szellem? Hát a gyerefele senki se lát szellemeket. Nem tudok róla. Nincs maguknál halott látó, vagy valami para akármi? Volt egy jós nő, de agyon csapta villám. Nem keféltek meg valakit az UFO, férfi, csak nincs egy nyambat gabonakör? Az nincs, de polgári kör az is. Tudja, mikor kerülhet a polgári körünk a tévébe? Kollektív öngyilkosság eset. Tessék már mondani, hogy rákérdezek olyan pedofil. Nincs a faluban. Mi volt a kérdés? Hogy pedofil van-e a faluban? Nincs, nálunk mindenki katolikus. Figyeljen, van unokája? Én. Három. Egészségesek? Hál' Isten. Basszus kulcs! Hogy lesz ebből 12-re erős 3 perc? De hogy lesz ebből? Jaj, most jut eszembe. Van egy citer a zenekarunk. Ez csupa homokosokból áll? Ami? Ezt most tényleg nem értem. De különben miért járna össze 12 férfi, hogy egymásba érjen a citer, álljuk. Hogy... Családosok vagyunk, kérem. Na persze. Hát én megkérdezem, ha addig élek is. Vannak a faluban cigányok? Jó az irány, jó az irány. Lehetek őszinte? Igen. Igen. Na halljam, hogy zajlik le egy benzinpalackos támadás? Se olyan. Mi nagyon jó meg vagyunk a cigányokkal. Na például erről aztán csinálhatnának egy jó filmet. Most ne fárasszom, ki a f*** érdekel egy békés faluban. Most már fogja már föl, Tata. Nyomorúság kell, meg véres leszámolás. Hát akkor jöjjenek vissza disznóöléskor. Hát vágják le most! Aztat viszont meg kell beszélni a mészárossal. Hát leszúrom én, azon nem újjék már. De fel is kell dolgozni. Dehogy kell, mikor perzseljük, majd a disznó elmenekül, hát nem. De most figyelj! Figyelj már! Micsoda kép, ahogy a lángoló disznó rohan végig a falun szépen ellenfényben, itt ott kigyulad néhány szalmatető, száll a pernye, én megtükrözöm. Elnézést, ez állatkínzás. Mi nagyon szeretjük az állatokat. Figyeljen, mondta, hogy szeretik az állatokat. Milyen rohadt állat van ebbe a trágyafaluba? Van krokodil? Van kígyó, mérges pók? Nincs. Nem kószál erre szökött tigris? Nincs nekünk olyan szerencsénk. Te kussoljál. Szökött tigris nem kószál? Nem. Magának milyen van? Csak egy kecske. A hálószobában? Ma mi volna a hálószobában? Na ne játsza meg már magát, jó? Adjanak engem békibe! Basszus, a 10:30! Ide figyeljen. Magának nem hiányzik a félveséje? Nem rúgták le még véletlenül? Kösség? Hány protézise van? Volt már erőszak áldozata, és miért nem? Mit akar? Nem tetszik a műsor? Pittyú, add az aksit! Ne, aksit ne! Ne, jaj! Adok én neked, te pedofil gnó! Segítség! Ne, elnézést, kicsit már menjetek jobbra, mert a fehér fal nem jó háttérnek, jó? Nesze a polgári körös anyádat! Segítség! Na, de jó lesz ez, megvan, gyerekek, pakra megvágva, plusz a felkonf, olyan erős, 3 perc, hogy aztán tényleg. Kedves nézőink, mikor reggel Pista bácsi felkelt, nem sejtette, hogy ez a nap más lesz, mint a többi. 8:30-kor kijött a kertkapun, mély barna szemeivel végigtekintett szömőütközség keskeny főutcáján, és többé már nem ment vissza. Jövünk a részletekkel a reklám után.